Az év végéhez közeledve évértékelésre kértük Páty újraválasztott polgármesterét, Székely László urat, aki befáradt a stúdióban. Köszönjük szépen. Milyen év volt ez? Az biztos, hogy volt két választás. Mind a kettő az önkormányzatot terhelte, legalábbis az előkészítés, a szervezés. De hát azért az Európa Parlamenti választáshoz képest sokkal érdekesebb volt a helyi önkormányzati választás most októberben, amit, hogyha abból indulunk ki, hogy újra választották, mindenképpen sikeresnek lehet nevezni. Csak röviden szeretném megjegyezni, hogy egy mozgalmas év áll mögöttünk, de sikeresnek mondható év. Nem csak azért, mert hogy megválasztottak, hanem annak ellenére, hogy két választás is volt ebbe az évbe, elég sok mindent sikerült megvalósítani. Az év elején milyen költségvetéssel indultak, és ez milyen tervekre, képzelésekre jogosította fel a képviselőtestületet? 2 milliárdos költségvetésünk volt, amit beterveztünk erre az évre, viszont időközben egyrészt nyertünk pályázatokat, amivel bővült a költségvetésünk, másrészt pedig olyan cégek, akikre nem számoltunk, elég nagy összeget fizettek be iparüzési adóba, és ezzel növekedett, hogy végül is majdnem 2,9 milliárd forintos lett a... Hát majdnem egy harmadával növekedett. Így van. Akkor. Ennek is betudható, hogy jelentős fejlesztések történtek az év során? Igen, részben igen, de elsősorban azokra költöttünk, amit pályázatokon nyertünk, mert nyilván ezeknél önrészt kellett betenni. Hát mondhatom azt, hogy elég sokat költöttünk a közlekedéssel kapcsolatos költségekre. A Somogyi Béla utcai buszmegállónak a kiépítésére, a Hegyalja utcába teljesen felújítottunk egy elég hosszú szakaszt, és gyalogátkelő helyeket építettünk, úgyhogy most már ebből a szempontból biztonságosan mehetnek át egyik oldalról másikra a lakók. Érezhető egyébként, hogy nagyobb a közbiztonság, például a gyalogátkelő hely? Közlekedési szempontból tudom azt mondani, hogy talán nagyobb, de szokni kell az embereknek, mind az autósoknak, mind a gyalogosoknak, mert ez a sok gyalogátkelő hely egyrészt a gyalogosokat biztonságosabbá teszi, de ha az autó nem adja meg a elsőbséget, akkor ő hiába érzi magát biztonságban. Az autósoknak meg azt kell megszokni, hogy ha valaki el akar indulni a gyalogátkelőjén, akkor bizony le kell állniuk. Én elég sokat járok a faluba, és látom sokszor, hogy szinte utolsó pillanatban állnak meg. Szokni kell ezt. Most nyertünk egy pályázaton az okos gyalogátkelő helyen. Az óvoda előtt ki fogjuk építeni ezt a villogó fényt. Ebből aztán majd később minden gyalogátkelő helynél szeretnénk ezt megoldani. Ha már a közlekedés biztonságról szó volt, a közbiztonságról is egy mondatot kérnek szépen. Az elmúlt években én úgy tapasztaltam, hogy miután az önkormányzat külön összeget fordít a rendőrségi munka segítésére, meg a kamerarendszer is kiépült, hogy ezzel eddig sem volt különösen probléma. Igen, mondhatom azt, hogy most már évek óta egyre javul a közbiztonság. Ez köszönhető a kamerarendszernek, meg a tényleg évi 10 millió forintos összegnek, amit a közbiztonságra költünk. Most jutottunk el oda arra a pontra, ahol most már a személyes élőerőt szeretnénk növelni a faluba, és ennek érdekében két közterületfelügyelőt, még egy teljes munkaidőben dolgozó rendőrt és két település őrt szeretnénk alkalmazni. Ezzel is, hogy egész nap mindig, minden időben legyen valamilyen hatósági személy, aki elérhető és látható a faluba. Nézzük a beruházásokat. Talán a legnagyobb
között, a legnagyobbak között említhető az egészségház megújulása. Igen, bár ez egy régi pályázat, és a régi egészségházunknak a teljes belső felújítására nyertünk pénzt, amihez szintén hozzá kellett tenni ugyanannyit. De a régi egészségházunkban most egy helyen tudjuk a gyerekekkel foglalkozó orvosok, védőnőknek a helyzetét, és így, hogy egy helyen vannak, egymást is tudják segíteni, arról nem is beszélve, hogy hát nagyon korszerű körülmények között dolgozhatnak, illetve a gyerekeket, akik viszik a szülők, ők is nagyon korszerű körülmények között várhatják a rendelést. A visszatérő probléma forrása vízelvezetés okozta gondok megoldása, e tekintetben lépett előre idén. Nyertünk egy pályázaton elég komoly összeget a jenei dűlő vízelvezetésére, ahol kiírtunk közbeszerzést. Az első körbe sajnos eredménytelenné kellett minősíteni, ugyanis jóval több vállalta a legkisebb ajánlatadó is, durván 30-40 millióval többért, mint amit mi gondoltunk. Ezért megpróbáltunk a kiíráson egy kicsit változtatni, és reménykedünk abba, hogy a második körbe talán ennél jóval kevesebb ér is elvállalják. A bölcsődei közbeszerzési pályázatot viszont elindították. Igen, azt elindítottuk, ott meg is nyerte egy cég, most még a hiánypótlások, egyeztetések történnek, és januárba kezdik a bölcsődének a kiépítését. Ha már a bölcsőde szóba került, az intézmények működése, belértve ugye az óvodát például, mennyire zöggenőmentes, sok településen panaszkodnak, hogy a legjobban felszerelt itt a régióban, a legjobban felszerelt óvodákban is óvodapedagógus hiány van. Pártyodemből érezni. Igen, ez valóban így van. Nálunk is, bár nálunk csak azt hiszem egy vagy két óvodapedagógus hiányzik, ezt a többiek túlmunkával, meg szervezéssel meg tudják oldani. De azt azért kellene tudni, hogy évről évre egyre több gyermek, hál' Istennek, egyre több gyermek jár intézményeinkbe, és hát ezeket valahogy meg kell oldani. Most ebbe az évbe a bölcsődét igyekszünk mindenképpen évvégéig megoldani, és hát keresem a forrást az óvoda megépítésére is. A 8 csoportos új óvodánknak a tervei elkészültek, engedélyt megkaptuk, most a forrást kell összeszedjük rá. Oktatás tekintetében ugyanak Érdi tankerületi központhoz tartozik, tehát állami fenntartású az intézményük, de azért gondolom, hogy polgármester úr is büszke az eredményeikre, most ősszel azért mentünk ki riportra az iskolában, mert hogy kiválóan szerepeltek a régió, agglomeráció iskolái között, hiszen készség, képességmérő, szövegértési feladatok, stb. Kategóriában. Ez azért gondolom, hogy büszkeséggel. Igen, igen, főleg azt, hogy a gyerekek különböző versenyeken igen jó helyezéseket érnek el. És hát most az első fél évben a tankerület nem tudta biztosítani, illetve a tankerület és a lovarda nem tudtak megegyezni, és a második fél évre egy fontos szervezéssel megoldjuk, hogy a tankerület fizeti azt az összeget, amit eddig is fizetett a lovaglásért, és a fennmaradó hiányt pedig az önkormányzat fogja kiegészíteni, csak azért, hogy továbbra is tudjuk biztosítani a gyerekeknek a lovaglás oktatást. A kulturális sokszínűség az idén is jellemezte a települést, a rendezvényekre országosan ismert, híres és a fiatalok által kedvelt népszerű zenekarok vettek részt.
De azért említsük meg talán, hogy van önöknek egy kis Eszterük, aki a Katona József Színház művésze és a felolvasó estjei, meg egyáltalán az, hogy egy komoly szellemi élet zajlik a településen, az neki is köszönhető. Igen, valóban így van. Hát hál' Istennek május óta még egy közösségi térrel több van a faluba, ez a Hagyományok Háza, ahol két helység is van, ahol különböző rendezvényeket lehet szervezni. És az is igaz, hogy nagyon sokat költünk ezekre a rendezvényekre. Most jövő évben egy kicsit átgondoljuk, és megpróbálunk egy picit más irányba menni a pincenapokkal is, hogy nem elsősorban az a cél, hogy minél többen legyenek, és akár Budapestről vagy Szegedről is eljöjjenek egy ingyen koncertre, hanem az a célunk, hogy elsősorban a pátyiaknak a Pincehegyel kapcsolatos programokat próbálunk majd szervezni. Természetesen lesz egy nagyobb koncertünk is, de egy kicsit megpróbáljuk mederbe terelni ezt a dolgot. Hogyan alakultak a testvértelepülési kapcsolatai pátynak, amiről megint csak az mondható el, hogy különös figyelmet fordítanak minden évben. Erre idén ez hogy sikerült? Négy testvértelepülésünk van, ebből három a elszakított országrészekben helyezkedik el. Itt talán két testvértelepülésünk, a Kis-Szelmenci, ami Kárpátalján van, illetve az Erdélyben található Zsobok, az, ahol kicsit rosszabb helyzetben vannak, és oda több segítséget kell, hogy adjunk. Ez meg is történt ebbe az évbe, és tényleg nagyon hálásak az ottani magyar emberek, hogy a testvértelepülésektől ilyen segítséget kapnak. Jövőre is szeretnénk ezeknek, főleg ennek a két településnek anyagi segítséget is nyújtani. Viszont Zsobokon a Pátyi Házba a Csűrnek a felújítását szeretnénk elkezdeni. Kolozsvári tervezővel megcsináltattuk a Csűrnek a teljes felújítási tervét, amit a minisztériumban már kaptam ígéretet rá, hogy támogatni fognak anyagilag is. Ha ez elkészül, akkor egy nagyon elfogadható, jókinti ház lesz, ahol nem csak a felnőttek, hanem 30 gyereknek is lesz nyári szállása, és hát reméljük, hogy akkor szinte minden osztály nyáron ki tud menni legalább egy-egy hétre, és az a millió, ami ott van kint, az nagyon hiányzik a mai gyerekeknek. Reméljük, hogy minél hamarabb tudnak majd oda is menni. Azzal kezdte polgármester úr, hogy talán a rendhagyó vagy rendkívüli év volt az idei. Jut-e idő hogy az év utolsó napjában, vagy jövő év elején kis pihenésre, feltöltődésre, főleg egy ilyen választási időszak után? Hát így az ünnepek alatt mi is családosan egymáshoz járunk, és mivel évközben elég keveset tudunk menni, ilyenkor végig látogatjuk a család összes tagját, akik még élnek, de úgy különösebben nem, tehát se külföldre nem megyünk, nem tervezek olyan pihenést, majd amikor a horgász szezon kezdődik, akkor azért egy-egy hétre el szoktam menni. A jövő évre is sok jó horgászós, kikapcsolódós időt kívánok, és köszönöm az évértékelő beszélgetést. Köszönöm szépen.